Üdvözlöm Önöket, szénetár Miklós, a Bóta Café mai vendége, mindannyian ismerik, hiszen elképesztő életmű van mögötte, darabok rendezése, operetszínház, operaház igazgatása, vezetés a magyar televízióban, és hát most el is kezdte írni az ön arra gondoltam, amikor olvastam egy részét, hogy hát, így szeretnék megöregedni, ilyen tevékenyen, illetve így szeretnék időskorban is fiatalon maradni, hát pedig ő sok mindenen keresztül ment, például a háborún, és furcsa módon egyébként a háborúban tanult meg nem félni. Hát hogy volt ez? Hozzá voltunk például előtte ahhoz szokva, hogy hát napközben a rádióban megszólalt, légi veszély, bácska baja. És akkor már elkezdtük nagyon ilyetten figyelni, fél óra múlva légi veszély Kecskemét, újabb fél óra légi veszély Budapest. És megszóltak a szirénák, és mi az ötödik emeleten raktunk, és rohant le az egész ház a légópincébe. Ezek voltak a hétköznapok és hát innen datálható, hogy ugye hát valahol ott a környét ketteken le, és bombáztak egy házat. Hát abszolút. És hogy te azt mondod, hogy akkor tanultál meg nem félni, holott az ember pont az elekezőjét gondolja, hogy akkor az ember bemajlézik, hogy na, ha a mi házunkat is esetleg. Hát mondjuk annyiban nem félni, hogy akkor azt mondtam, hogy már sokszor elmondtam, hogy kijöttem másnap reggel az utcára, láttam a, füstölgő, földig rombolt, négy emeletes házat, ami tőlünk, hát meg a Vörösmarty utca sarkától. Igen, corkát, én ott Igen, hát Ott és akkor azt mondtam, hogy hát innentől minden ráadás. ezt, ha megúsztam, akkor innentől minden ráadás. És ez tényleg ez így tényleg, is és, ez ez, és hogy mondjam, nagyon sokat segített életemben összeszámoltam, több mint 40 évig voltam vezető különböző helyeken. És mindig azzal voltam vezető, hogy legfőjebb holnap nem leszek. Szóval innentől ráadás. Szóval elveszítettem azt az érzékemet, ami nagyon sokat bíráltak, hogy mindennek olyan nagy tétje van. Szóval én is egy, de nem egyedül. Hát ilyen az én generáció. Hát ugye, amikor utánunk jöttek ezek a újabb forradalmi fiatalok, akkor nem értették azt meg, hogy miért van az, hogy az Ádám ott azt mondja, és vele egyetértettem, hogy a színház fontos, nagyon fontos, de nem annyira fontos. Az élet fontosabb. És nekem ez végig meggyőz. Semminek nem tulajdonítottam akkora fontosságot, mint amekkorát általában körülöttem tanúsítottak. Annak nagyon, hogy a családomnak, meg nekem legyen betevő falatunk, tudjunk enni, lakni, fűteni, időnként nyaralni, annak fontosságot tulajdonítottam, hogy süssön a nap. Hogy ilyen gyönyörű zöld legyen minden, mint most. De Azért, igen, hát aztán itt, itt ezek a művészrendezők, igazgatók engem nem is hívtak ö, soha. Szóval azért reggel fél kilenctől már a tíz órás próba helyett ott évfélig a sötét, büdös, poros próbaterembe csak a, ez, ez ez nem tőlem volt idegen, ez a mi generációnktól, akik átéltek egy világháború. Igen, de közben meg azok, akik ott adtak, azok is létrehoztak egészen nagyszerű, hát, nagyszerű dolgokat. Igen, csak, tehát, de, de vagy, csak Az egy de... más típusú színház, mint amit te és, és, és azt kell mondanom, ez borzasztóan foglalni, és könnyű kézzel, nem izzadva és nem belehalva reggeltől estig. Ami hát megbocsáthatatlan vétek. Én, én rendeztem, most, feje, most itt az utolsónál, mert vezettem a listát, 200 darabot. 14 országba, 20 városba, televízióba, filmen, színházba, operetbe, szabadtél. És nagyon büszkén mondhatom, ez a reklám helye. Hogy meg nem nagyon buktam, mondhattam, hogy olyan nem nagyon emlékszem, hogy nem volt sikere annak, amit csinált. De arra sem emlékszem, hogy belehaltam. És nem lehet, hogy vannak olyan dolgok, amiben, amiben bele ö, kell halni? De, de. Az, éle, az életek vannak olyan dolgai. Ilyen például a szabadság. Abba bele lehet halni, ha az nincs meg. Ilyen az igazságtalanság. Abba bele lehet halni, ha az egy idő után elviselhetetlen. Ilyen a disznóság, az aljasság, ez Ezek igen. De a színház... Hát... Mondok egy ellenpéldát. Fantasztikus előadás volt. Jöttünk ki róla, nem tudtunk beszélni. Tapsolni se tudtunk. Már olyan, el, ami azt gondolom, hogy a, tehát a teljes döbbenet azt tud az a, a tetszésnek a legmagasabb foka is. És uh, lehet sok erőteljesebb, mint akár egy vastaps. az Péter, takarítás Győrben rendezte Szikora János, és Balassa Péter leírta róla, hogy az előadás bizonyos pontokon a színészeket életveszéllyel fenyegeti. Egy olyan hűfokon uh, játszottak, hogy és hát van, hát leírja a próba folyamatot is, amikor többen kikészültek, izé, volt valaki, aki kiszállt az egészből, de közben meg hát olyan erőteljes előadás született, hogy, hogy hát azt mondom, hogy, na de hát akkor. Ilyen is van, az hát a Trisztán és Izolda első bemutatójában a Trisztán belehalt Bajrajdba. Tényleg ez ne, De tudtam. nem érte meg a problémát. Na Tóm. de azért, mert olyan intenzitással, de olyan próbál... nehéz volt. A nehéz volt, olyan intenzitással, és aztán, hogy mondjam, én, én, nagyon, én, én nagyon sokszor élek a gyanúperrel, szóval ezeket egyszer próbáld meg azt, hogy mész az utcán, és beszélsz, és közben időnként addig beszélsz, amíg el nem fogy az összes levegődés. És amíg, már nincsen semmi levegőd, és már teljesen fog, akkor észre fogod venni, hogy egy olyan extatikus állapotba kell. Ez annyiszor van, és ilyenkor én annyiszor onnan a nézőtél, hogy aha. De ennek sokan beugran, nagyon helyes. Sikere van, nagyon jó. Csak sajnálom azt a szerencsétlen művészt, aki csak így tudja kicsiholni, Hát nem úgy, ahogy nekünk a főiskola a Bajor Gizi mondta, amikor egyszer belátogatott, azt mondta, hogy ők sírjanak, ne én. Mármint, hogy a néző. Igen, igen. Hát igen, ezt szokták mondani, mert ha színés sír, akkor elmosódik a sminkje, mindenféle probléma származik, származik a dologból. Te is leírsz egyébként a könyvben egy esetet, amikor valahol külföldön uh, rendeztél, ahol Németországban. Egy olyan darabot, amit itthon már megcsináltál, és, és itthon ez újszerűnek hatott. És akkor kint a úgymond lila... Carmen uh, volt, igen. Kármen volt. Carmen volt. volt, igen. Te ez Münster városába volt, ahol... Na, mert ugye szóval, hogy mondjam, az én életem arról szólt hogy mindig, és nem, azzal együtt, hogy nagyon meg vagyok vele, elégedve és sikeres volt, de mindig két tűz között voltam. Mindig két tűz voltam. Szóval a Kármenba én azt találtam ki, akkor Münsterbe és utána még Pesten is jött, hogy az egésznek a keretébe, a nyitánytól kezdve turisták látogatnak egy andalúz várost, és úgy történik a történés, hogy közel időnként találkoznak az eseménnyel. Tehát például a Carmen Habanerája a belépő, az tulajdonképpen a turistáknak szól részben. Ezt azért csináltam, hogy legyen az egésznek egy fajta ilyen kerete, de abból indultam ki, hogy a Bizé az egy nagyon is francia szerző, és a Carmen Hát az annyira spanyol, amennyire mondjuk a Brahms magyar a táncok magyar. Tehát az egész egy picit ettől idézőjelbe került. De ezen belül magát a darabot azt teljesen változatlan úgy játszottam el, ahogy van. Na most Peste megjelent egy kitűnő nagyon által szeretett opera könyve, amiben ezre a Kármánra hivatkozik, mint hát valami szörnyű, mint a modernizmusnak valami rémes íző, meg, hogy hogy, hogy lehet ide turisták az hogy másfelől, kint Münsterbe jött nekem a nagyon lila dramaturg, az a fajta, aki a színházba az egyetemről szabadul, azokat én nem szeretem. Én azt szeretem, aki a színházból szabadul a színházba. Aki eredendően színész, valami köze van. Szóval aki a bölcsészt nem szeretem nagyon. Az. Na ez egy és folyton követelte tőle, hogy legyen valami formabontás. Mondom, mi, mire gondol mégis formabontás? Hát azt mondja, például mi lenne, hogyha egyszerre csak a harmadik felvonásban vagy csempészben mindenki modern ruhában lenne, mert ma is csempésznek folyton a határon. így aztán én nem a ő mindenféle akkor azt az igazgatónak, hogy akkor dolgozok csak szó, tovább, ez a pasi többet nem jön be a próbára. Nem jött be, meg volt az előadás, őrült volt. Olyan nagy siker volt, hogy Münsterbe volt a hagyomány, hogy egy évvel játszanak egy darabot 30-szor, és akkor leveszik a műsorból. 40-szer játszották el, és visszahozták még két szezonra. És a második szezon végül egy nagy fogadást adott a város. az hát elismerésé, hogy ekkora siker. És akkor odajött hozzám ez a pas, és aztán a tíz éves munkánkat tette tönkre. Mert hogy hát, hát, akkor a modern hát, törekvéseket hát, az, Nem modern, az úgy nevezett, én azokat azt azok úgy nevezett. Ott láttam előtte egy előadást, egy Don giovanni ahol egyszerűen hát semmi nem történt meg annélkül, hogy nem ásszanak négy kézláb, ne fetrengjük. És, és amikor jött már egy árja, és azt mondta, hogy fölnéztem az égre, Istenem, add, hogy hagyja elénekelni, nem hagyta. <laughs> Nem hagyta valami. Folyton mutatkozott a gázsiáért, hogy ő rendez, ott volt, rá. borzasztó volt. Na ez, ebbe volt tíz éves munka. Na most én mindig konfliktusban voltam egyik oldalon azokkal, akik, jaj, csak valami, valami, izé más legyen, és azokkal, akik azt mondták, hogy legyen úgy, mint régen volt. Egyik rémesebb, mint a másik. Hát ahogy szoktam volt mondani, annál, hogy ö, a múltat végképp eltörölni, ami egy hülyeség, annál nagyobb hülyeség csak egy van, hogy legyen úgy, mint régen volt. Ez a... Na most én, Amire én most én... vannak terekvések. Ah, abszolút. Na most hát hogy mondja, ebbe az operába ezzel töltötte, vagy... Hát mert ugye modernban is van, például a Carmen. Itt egy baszk rendező rendezte nálunk a Carmen, most egy modern előadása. Rem, autók flangálnak itt, a színpadon. Remek. Aut, szóval hogyan nekem elmondják, mint hogy mit csinálnak, azt mondom, hogy rémes elmond. Meg remek. Tudnék, az a nagy választó meg, hogy a dolog tartalma hibátlanul átjön. Mindenütt és minden rendkívül módon kifejező, nagyszerű. Nagyszerű. Hát én mindig szoktam mondani, hogy száz modernből, 80 bluff, 10 elmegy, 10 zseniális. Csak hát sajnos nem csak azt a 10. Tíz... Ez zseniális volt. Na most én ott, az ott álltam, a, az Eiffelbe játszották akkor. Eiffel ott álltam, igen, és akkor jöttek hozzám az ilyen öreg operavének, hogy hát de színlettár úr, mit szól ehhez a borzalomhoz? Hát mondtam, nagyszerű, remek. És hát vállaltam ezt. Miközben, hát ugyanaz csak az operában ment most ez az Otelló, ami hát borzalmas azért, szóval hogy, van, hogy a Göte mondta, nincs révesebb, mint a tegnapi divat. Én azt <laughs> tudtam, amikor fölböfögik azt, ami Drekka mime volt ezelőtt 30 évvel. És akkor az egyik jeles kritikus már nem él, azt mondta, azt írta le, hogy Hát micsoda remek dolog, hogy a, a Skálába végre egy olyan Carmen megy amin beengedtek egy avantgárd rendezőt, és én azt láttam televízióban. És már találkoztam, amelyek, hát mondom, miért? Be? Az, a, az az, hogy a következő van, a harmadik felvonásban, amikor a Mikáéla arról énekel a hozénak, hogy az anyja haldoklik, akkor betolják egy ágyon a mamát, aki ott haldoklik az egész felvonásban. Mert semmi, egy hülyes. Mire azt mondtam, hogy tehát az mindegy, de legalább valami új. Ja, mindegy, de valami új. Na most hát én e, kez, e kettő között töltöttem az életemet végig. De hát végül is a tévében, amikor vezető voltál, akkor is kettő között voltál. Hát, mert ott volt a föntről nyilván azért hát, próbáltak téged vezérelni, kézileg. De az is volt, de, és de, de, és de hát nézd, hát az is, hogy ott voltak az alkotók. Igen, akik, én, az, de én, aki azt mondta, hogy akkor igenis, tessék, csúcsidőbe koncertet adni. És csúcsidőben adtunk koncertet. Este nyolckor. Mármint klasszikus. klasszikus koncertet, ér. zenekari koncertet. És a népiesek hörögtek, hogy hát nem kell az egyszerű embernek, a másik oldal meg hörögtek, hogy miért Csajkovszkit adtok, miért nem valami modernet. Na ez a... Ez a izé. Közben az esti illap megírta, hogy koncert, koncert Csajkovszki az nem modell. Ez ilyen, 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 a világ, ilyen volt, mindig ilyen van, legalábbis a művészi világ, az mindig ezeket a, ezt, ezt, a két rémes szélsőséget, és ehhez egyet hozzáteszek. Én nekem azért volt általában mindig sikerem, már na, bocsánat a nagyképűség, és most is szeretnek és kedvelnek, mert én voltam mindig a belga. Én mindig azt kép, amit én képviseltem, azt a közönségnek állítom, hogy a 70-80 százalékának az kell. És 10 százalék ordítja, hogy olyat, olyat, és másik 10 százalék ordítja, hogy régit, régit. De azok agresszívek. Na de és a tévében mi volt? Tehát hát, ott a, ott felülről... Volt kávonalad, nem az úgynevezett, akik Igen, közvetlen de, be ne, volták kötve de nem bevonták. Nem nagyon szóltak bele egyszerűen azért, mert ez beletartozott a rendszernek, hogy úgy mondjam, majdnem, hogy a propagandájába. Hogy itt micsoda nagyszerű kultúra és szabadság van. Hát várjál, valamint elmondok, abban az időben Európába kimenni és magyarnak lenni, egy remek dolog volt az embernek, szerették, udvaroltak. Jaj, nálatok magyaroknál, hát igen, hát az, az, mindjárt más. Ha még a vasfüggöny, hát, ha mi még voltunk a, a legvidámabb vasz... Hát a Krejszki kijelentette, hogy itt szavazásán a Kádár 80 ot kapna. És azt tényleg az utcán, hogy bajnok lett a Ferencváros, a gyerek Kádár János ez rövid periódus volt, ez úgy 65-től 80-ig, de egy nagyon jó 15 év volt. És akkor, hogy mondjam, akkor a televízióban minden, akkor, hát én a televízióban olyanokat csináltam, hát hol, ezt sokszor elmondom, kérem szépen, azért Rózsa Sándor filmem, amiről sok szó van. Hát annak az utolsó részében egy fél órás teljes mennybe menetelen reklámra van a katolikus körmenetnek. Hát hol lehetett ilyet meg? És ma le, ma hol van fél órás reklám egy munkás mozgalmi összejövetelnek? A katolikus körmenetnek van. hogy, hogy lehet. Az, az, és, a, és, 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 hát az én, én bemutattam ezt a Rózsás Ándolt, én voltam a főrendező a televízióban, és ugyanabba az, ugyanakkor rögtön utána a Hofi csinált egy gyilkos paródiát róla, amin egy ország röhögött, hogy kigúnyolt az egészet. Ötször adtuk le. Könyörgöm, a aranybulláról készül ilyen, és leadják ötször. Nem tudok róla. Pedig a Sándor sokkal jobb. Hogy <laughs> <laughs> mondjam, mind mindent a maga korába érdemes nézni, de azt tényleg elmondhatom visszamerőleg, bár nagy, nagyon elégedett vagyok, a könyvem is leírtam, nagyon elégedett vagyok a pályámmal, semmi nosztalgiám és kifogás, de a végig kellett küzdenem ezzel a két hangvétellel. Ezzel a két hangvétellel, akkor mondtam azt, hogy néha álmatlan éjszakáim vannak, mert nem tudom eltönteni, hogy melyik oldalt utálom jobban. <laughs> és ezért föl vagyok. Úgyhogy persze, hát ez... Utálod? De se... Hát olyan csend, azért utálsz, azért irítál, ez a, ez a, kettő, a, a, a rettenetes, minden áron való közönségkiszolgálás, ami már az operacinázi életemben megkezdődött a főszervező azt mondta, hogy tessék megcsinálni azt, amit a Latabár követel. Mert a Latabár követelte, hogy az ő partnerei legyenek mindenütt. Mert hogy a siker, a siker, a siker. Ez az egyik rémes. A másik rémes pedig ezek a lila újságírók, akiknek semmi nem elég ezoterikus, semmi nem elég komplikált, olyasmi kell, ami... Szóval ez a kettő... Ja, de én most ezt a két oldalt olyanképpen azért... Az országbeli két oldalra Azt mondta meg azt, hogy megint a kedvenc mostani példámat hozom. operába ment, ez a rémes hotelló. Korom sötétbe természetesen a modern rendező nem használ fejgépet, nem elegáns, azt hiszem, ha senkinek nincs szeme a színpadon, még nincs személyiség, az nem számít, de akkor is. Mi az, hogy hogy ide, hogy korom megy az egész. És akkor eszembe jutott az, hogy valamikor az őskorba ment egy ember tragédiája a Debrecenbe, és az Hendrő Jóska volt az igazgató. És lement a főpróbára, is korom sötétbe ment az Úr és az Lucifer duettje, és még zene is szólt hozzá, természetesen ilyen fülgyötrő zene. És akkor, mikor ment már tíz perce a próba, akkor a Szendőr Jóska fölállt, és azt mondta, álljunk meg! Gyújtsák fel a villanyt! Cini-cini hazamegy! Na, ez nekem nagyon tetszett. Mármint mint a muzikusok. Nem, nekem a Szent Rójós jót <laughs> Aki olyan bátorít. Nem, hogy a Cini Cini, hogy azok hazamennek, az a muzikusokra? van. A muzikusok igen. Persze, de ők nem tettek, de rémes volt az egész élvezhetetlen. Na, és ennél, ahogy hívják rám, mert, mert hogy én műveletlen vagyok, ezt belhaló tényleg bevallom, mert azt mondta, hogy egy nagyon tehetséges, értelmes, kritikus barátom erre az óra, mint én nagyon össze... Jó, hát ott a struktúrák a fontosak. Mondta, mi? Azt, szóval azt kell akkor kiírni, hogy tessék egyet venni, itt struktúra látható. Hát akkor, akkor ez az egy világos beszéd. Egyébként nem vagyok Na, szóval mondasz valamit az ország helyzetéről, vagy arról nem akarsz beszélni? Valami hasonlót. <gül> <gül> Ennyi. <gül> Mert hogy a lányod Dóra meg tulajdonképpen elég sokat politizál, és kipakolja hát azért a Facebook. Hát szóval azért Kulturált keretek és ízléses keretek között. Szóval ez, amit azért a két oldalon a tévében tapasztalok, ezt, amit én úgy fogalmazok, hogy az ökölbe szorult fej. Na ezek azért a dórira nem jellemzőek. Szóval ez a kikérem magba, ez a aljas áruló, hazaáruló, aki a balliberális ízlés az egyik oldalon, a tolvajt, ez borzasztó. Ez borzasztó. Hogy lehetne ezt normálisan csinálni? Nem tudom. Nincs, nincs, nincs úgy lehetne normálisan csinálni, ha néha a televízióban van, van vita műsor, ahol összeütköznek, akkor oda a két vitatkozó fél közé beültetnének egy olyan hasonló, hozzám hasonló, aki időnként azt tudja mondani, hogy na ebben neked van igazad, ebben meg neked van igazad. Mert ilyen is van, mert az élet erről szól. Csak azt én megértem egyszer, csak az a lényeg, az arányok, hogy milyen mértékben van igaza. Hogy ennek igaza van 10%-ra, abba 90 ben vagy ennek 30 a de olyan nincs, hogy senkinek, egyiknek sincs, és mindegyiknek csak a saját igazsága van. Hát ezt szoktam mondani, nem viták folynak, hanem igen hirdetések. Úgyhogy szeretem, ez nem a... Ez ugyanaz, mint a színháza, ugyanaz a szín, csak, csak és kizárólag. Azt mondta, drága Tóth Aladár, azt hiszem, még növel, még fifjú volt. Ez nem tudós operáció. Hát azt mondja, ezt valami öreg, konzervatívnak kell rendezni, mondta a rózsalóról. Mi mondta? Hát mondom, mert az, aki azt szereti, amikor a harmadik emeletről is látja, hogy az ox szakála ragaszva van. <laughs> Ez az egyik. A másik pedig múltkor láttam, hogyha hogy a öt percen belül nem erőszakolják meg háromszor egymást. Meg hát jönnek a mesztelen férfiak, akiket annyira szeretek, egyszer azért, mert nem kell hőmérőt venni. Mert a fütyük mindig megmutatja, hogy milyen a hőmérséklet a nézőtére. Szóval, és ilyenkor néha az órámra nézek, és azt mondom, jó, mesterem férfi, mikor öntik le a vízzel egymást, az is megvolt jó, mehetünk lassabban haza, mert minden olyan kellék megvan, ami divatos. Ez a, ez a ló másik oldala. Az egyik a rakasztott szakál, ez meg a másik. És közte ott vagyunk mi belgák. Ott vannak a nézőtéren, és ott vannak az alkozás, és remek dolgok vannak. Kérlek, szépen, ezelőtt, öt évvel, miután én húsz évig zsűriztem Monte Carlo-ban a TV-fesztiválon, Meghívott a herceg öt évvel ezelőtt, és tagja voltam az öt tagú preselection komiténak. Ez szerint, hogy mi válogattuk ki a 120 beküldött film közül azt a 20 ami műsorba került. Mindig márciusban válogattuk ki, június a fesztivál. De komolyan mondom, a 120 filmet örömmel néztem, a világ tele van nagyszerű filmekkel. Amik az életről szólnak, amik a szerencsétlenségről szólnak, a sorsról, a kapcsolatokról, a barátságról, az elárultságról, minden. És nem arról, hogy a kamera ide mozog vagy oda mozog, nem arról szólnak. Hogy lefordítsam filmre ezt, amit az előbb mondtam. De mit, mit gondolsz a mai televíziózásról? Már hol? Tehát tudjuk, vagy... hogy hát nem, nem szeretem. Nem Itt, szeret. Mit, mit nem szeretsz benne? Hát azt nem szeretem, hogy annak idején azt kérdezték tőlem a televízióba, egy reportba, vagy egy riportban, egy és és hogy én nagyon szeretem az én televíziómat. És miért? Azt mondjam, mert nem olyan, mint egy televízió. Kérdezték, miért milyen egy televízió? Mondtam, olyan, hogy két lábszagú szórakoztatás között szájba politizálják a nézőt. Bejött. Mert már akkor ilyen volt Olaszországban, nem csak keleten. Tehát a berlusconi ilyen volt, aki nagyon értékes, akit szerettem. A skandináv országokban is, főleg a BBC-be, ott nem. Ott nagyon szerettem a televíziót, néha még ma is nagyon szerettem. Uh -huh. És nagyon mondom, ezen az előválogatáson reme, olyan nagyszerű bulgár tévéfilmet, Dél-Afrika, de remekek. És most is meg kell mondanom, hogy a, ezen a fizetős csatornán, nézek filmeket, és hát fülöpszigetről isteni film, és Finnországban remek film. És úgy élvezem, hogy hogy múlnak el a divatok, hogy válnak ócskává. Istenem, hát azért még teg, meg itt van előttem a godára, hogy semmiről nincs szó, csak arról, hogy a kamera jaj, kibuki, kérdezi. Szóval most megnézem a legújabb modern művészét, hogy le van szúrva a kamera, és fél órát nem mozdul el. Hát akkor most mi van? Mi van a lefúrt lábú színészettel? Csupa szószínház most a divat. Ezek jönnek, mennek ezek a divatok. A víztől a mesztelen fék, csak az a baj, hogy körülte ott liheg, már bocsánat, hogy csomó újságíró, ki mindig el van ilyenkor ragadtatva. Figyelj, szek... ha ma valaki, jó, van komoly zenei csatorna, de mondjuk azon kívül azzal próbálkozna, hogy este nyolckor mondjuk Ad egy zeneakadémiai vagy műpás komoly zenei közvetítést. Lenne annak nézője? Hát attól függ, hogy hogy tálalnák. Attól függ, hogy hol tálalnák, attól függ, milyen televízió, milyen nézettségű televízió. Hát valami minimális nézettségükkel, Nem úgy, mint régen. Hát az... akkor volt egy csatornát. Jó, de lehetett azt mondani, hát, egy, jár, darab úgy csatán, ne, úgy hát egy darab Egy darab csatorna, kész. Biztos, hogy egy olyan televízión, ami közepes, de hát van egy alapdolog, amit én a mostani televíziózásra mindig mondtam. Annak a lényege az, hogy a jobb műsoroknál, az ilyeneknél például, amit mondasz, meg kéne elégedni a 150 ezer nézővel, azt nem kéne ellenézni, nem kéne mindig két millió néző. Nem kell mindig két millió néző. Lehet vállalni, ja, hogy azt a reklám nem fizeti, ehhez van, nem értek. Hogy akkor, akkor már nem üzlet, mert akkor már reklám nem fizet. Az, az egy másik dolog. Azt nem tudom. De az biztos, hogy egy olyan ö, fajta művészetnek, színháznak, zenének, ami meg tud szólítani 150 ezer embert, nem tízezret hangsúlyozni szeretném. Nem azt a bizonyos tízezret, és nem azt a két milliót hanem azt a 150 ezeret, akinek igénye van a kultúrára, de emberi fogyasztása alkalmas kultúrára. Annak szerintem lenne televíziója, ha valaki erre vállalkozna. És a filmekben meg kell mondanom, hogy néha meg a Netflix is felvállalja, néha mennek remek filmek a netflix -e, ami pedig egy abszolút kereskedelmi csatorna. Szóval időnként, hogy mondjam, ha az ember veszi a fáradtságot és tallózik, akkor nagyon-nagyon érdekes és jó műsorokat talál. Nem is egyes, szóval le, le, lehet, csak meg kell keresni, meg kell találni. Szappanoperákat én nem nézem, nem azért, mert bármi bajom van velük, egyszerűen unom. Hát sokat közlekedem villamoson, meg buszon ott mindenféle embereket. Látok, miért néz a meg a televízió? Hát, hát végyszer, nem, nem, nem vezetsz már? De, időnként vezetek. Id hm. Időnként, de csak időnként. De csak időnként. És szeretsz nézelődni villamoson, buszon? De nagyon, na imádok. Mit látsz? A várost, amit vezetés közben nem látok annyira. De hát ez a gyerekkori dolog, ez így, így nőttem föl. Nekem gyerekkoromban az volt az egy kedvenc szórakozásom, hogy fölültem minden budapesti villamosra, és mindet végig oda-vissza leutaztam, és végignéztem, de külföldön is. Genovába rendeztem, és emlékszem, minden délután azon szórakoztam, hogy bejártam, hogy mindig, mindig a külföldön, mindig bejártam az egész város busszal, villamosra. Ez nagyon érdekel, Ez netán a rendezéshez is kellett, hogy ugye, hogy megérezd annak a helynek egy Biztos, az, az, is kell, a, 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 lelkületét. Igen. Nézd erre, hogy mondjak megint valami szakmait, és megint legyek agresszív, mint az előbb voltam. Ugye a főiskolán egy, volt egy időszak, amikor én már nagyon nem éreztem jól magamat, és sok vitámot, és amikor öt volt. mint amikor tanultál, vagy amikor tanítottál? Nem, amikor tanítottam. Amíg, amíg kezded, amíg, főleg amíg tanítottam, addig nagyon jó volt. De később már minden értekezetem folyton azt hallottam meg, aztán is, hogy a gyerekek rengeteget dolgoznak. Akkor kérdeztem, hogy ez egy bánya, vagy egy színművész? csak hogy tudjam, és mi az, hogy rengeteget dolgoznak? Mikor élnek? Mikor szedik össze azokat az élményeket, amiket a színpadon el fognak játszani? A Rajz János azt mondta annak idén a feleségének, hogy elmegyek figura lesre, lement az utcára. És nézte, a major mindig mesélte, hogy tegnap kit, mit, hol, mikor, mit látott ma pedig ülnek a próbaterembe, és csak a próba, mi, mi a túró, mit élnek át? Mi az, amit közölnek velem a színpadról? Mi az a látvány, amit visszaadnak nekem? Na jó, hát ennyit erről. De hát ugye a könyvben egy fejezet a külföldi rendezések, tehát ott nyilván azért érdekes fickokkal, emberekkel lehet találkozni. Jaj. hát az első külföldi rendezésed, a, a az hát oltárja, az nekem nagyon, nagyon tetszett, hogy 56 után Siekatyelimburg, és azt hittett, hogy mész dolgozni, és ott, ott egy egy rakatöltönyös, kosztümös üzé, kitűntették... <laughs> kitüntetés, mindenkin kitüntetések. És beléptem a terembe, a színházba, és azt hogy első olvasó és ott volt a zenekar, és beléptem, és azt mondta a zenekar, hogy és fölállt az egész, és tapsoltak nekem a 25 éves gyereknek. És akkor, hát, jó, volt egy nagy nevem a csárdás iránő miatt, meg plusz vendég voltam, meg Igen, már a Csádes királynő volt De, már Moszkvában, és ez a edek, híres edek, Honti ért. Annás felekik, hát, hát ez után rá, mert. az is benne volt a dologba, hogy 1956-os magyar forradalomnak egy nagy zugvíz hangja volt a Szovjetunióban. Szóval ők azt azért nagyon díjazták. Szóval, hogy vagy közben a... leverték. Közben le... A katonák leverték, de a lakosság azt mondta, hogy hát azért ez. Jó, rémes mellékhangokkal, olyanokkal át, amit megírok a könyvembe, hogy Grúziában meg voltak győződve arról, hogy a nagy Stalin emlékét ért harcoltak az emberek Budapesten komoly egyetemisták nekem bezárasztak, nem tűrték a magyarok tovább, mint a nagy Stalin emlékével csinálnak. Mert Stalin grúz volt, mai napig van szobra a Grúziában. Szóval, hogy mondjam, az, az emberi fantázia és hiszékenység, meg hát a beugratos. Hát mindig a napjainkban is, meg egyáltalán mindig a politikáról nekem gyakran az jut eszembe, hogy amit meg fogok írni a következő kötetbe, ami a következő korszak, hogy rendeztem az operaszínházba a Kardés Szerelem című darabot. Nem tudom mi. Egy Don César de Bázerrel klasszikus egy, meg kerekes János írta a zenét, és Sárdi János volt a főszereplő. Gyere meg, én nagyon szerettem, egy nagyon ember. És volt egy jelenet, ahol a Sárdi János őt megtámadta egy gonosz, és akkor elkezdtek vívni egymással, és a Sárdi három nagyon jól betanított ütés után kiverte a kezéből a kardot, az megállt, és azt mondta a Sárdi, hogy akkor azt hiszem, győztem. És erre azt mondta az Izé a partner, hogy átkozott, és kitört a tapsvihar. Ez így volt estére estére, de egy este a partner, aki tulajdonképpen maga is egy bombiván volt, és úgy érezte, hogy ő jobb, mint a Sárdi, hát győzött Freud Zsigmond, és kiütötte a Sárdi kezéből a kardot. És ott volt ő a karddal, és a Sárdi ott állt kard nélkül. És állt, és azt mondta, hogy akkor azt hiszem, győztem. És a parter zavarába eldobta a kardot, és azt, hogy átkozott. És ugyanaz a tapstört ki. Mert a tény az nem olyan fontos, mint az a hiedelem, hogy ki a mi kis hősünk. Na ez, ez a színház varázsa, és ez a politika varázsa. Ö, nem vártuk el azt a szállat, hogy miért is váltak ott ilyen öltönyben megkitüntetésben ja, szóval Ez szóval, egy nagyon azért kicsit cínikus dolog, de így történt, hogy volt ott egy öreg főrendező, a Kugusev, ki még a cári időkből maradt ott, és akivel én franciául tárgyaltam, és azt kérdezte majd, de láttam, rengeteg kitüntetést, hát mondom, hogy mindenki háborús hős, mert azt mondta, hogy nem ilyen rosszak a fizetések. Tudod, kitüntetést kaptak. a. Fizetés. <laughs> Igen, de azért vártak itt téged, mert hogy kvázi 56-nak volt egy, tehát azért kvázi a én, személyedben én. É, én. É, én. ott, abszolút. abban a Szovjetunióban, ami leverte, per, per. A, az 56-ot ünnepelték per, hát, abszolút, meg. Abszolút, abszolút. És aztán gondolom, csak lehetett velük dolgozni ja, nagyon, én imádtam, nagyon szerettem őket. Annyira, hogy hát előadás után el, ez, az, kaptam egy, egy ízét, hogy hát az előadás megnyert az össz-szovjet színházak versenyének első helyét. Pierre Stepan. Ez mi mondottam. volt? Mit rendeztél? Kérek szépen, valahol délen kemény Egornak egy operettje, ami már a musical felé hajol, szóval Kicsit de nagyon jó zene, na igazán nagyon jó zene, és egy egész tűrhető történet. És egy egész tűrhető történet, és nagyon-nagyon is nagy, rendes siker volt. Hát, kint voltam most ezelőtt négy évvel, talán igen, mert Sverdlovsk volt az, ma már Jekaterinburg, ismét az volt eredetileg, és hát elmentem a sírjához mindazok, mert sajnos mindenkinek a sírja van meg, akikkel együtt dolgoztam, de volt egy nagyon nagy élményem, amit azért mindig elmondok, hogy milyen egy nagy, azért ez egy nagy ország és egy nagy nép. Kérlek szépen, Jekaterinburgba ott gyilkolták meg a szári családot. És ennek nagy emlékműve van, és az egész szári családnak van egy ilyen nagy emlék, az koszorú minden. De akiről a város annó elnevezték, a kommunista vezető Sverdlov szobra is ott áll. És azon is mindig friss a virág. Úgy, ahogy Szentpéterváron, ahol rendeztem, az van kiírva, a repülőtéren, hogy Sankt Péterburg, kötőjel, Leningrád, Górod Giroly, hősies város. Leningrád a hősváros. És a kievi pálya, és a finn a finszki vágdal, a mai napig ott a Lenin szobor, és mindig friss a világ rajta. És a cári család mauzoleumán is. És Kínába azt mondták, ott van a izé, a, voltam olyan helyen, hát ezt is megírtam már valahogy. Hát elvittek Kínába, a zsűriztem kint egy énekversenyen, Sánkhájból. És a zsűri elnök, az a Sánkhái konzervatórium elnöke volt ö, igazgatója volt, és meghívott engem három nap szünetbe, hogy menjünk el együtt Pekingbe, mert aki ott van lakása és elmentem vele, és a vonaton elmesélte nekem, hogy a piroskönyves forradalom alatt, tehát a maó nagy kulturális forradalom alatt kirúgták az állásából, internáló táborba tették, össze-vissza verték, leve, lefogyott 20 kilót, családját kirakták a lakásába, és borzalmas sorsa volt. Mondta, és nagyon-nagyon-nagyon keserűen adta el. És megérkezünk ö, 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 Pekingbe, másnap elvisz engem a mú, történelmi múzeumban, ami ott van a nagy téren. És mi van a történelmi múzeumban? Éppen egy Liu Shaochi kiállítás, aki a kínai államelnök volt, amíg rendesen meg nem gyilkolták. És erre mondom, hogy ezenek hogy ez hogy van, hogy itt van a Liu kiállítás, akit megölt a Mao, és ott van a Maónak a képe. Hát ez mégis hogy képzelő? Szerintem hát azt ami mi másképp gondolkodunk. Mau elnökben 70 volt a rossz, 30 a jó, a 30 képe van kint. <laughs> <laughs> 5000 év, ami mögöttük van. Ez egy gondolkodás. Jó, értem, persze, tehát hogy ne fekete-fehér, ugye, hanem hanem az előbb mondtam ö, valamit, hogy ugye már oda mentél a temetőbe, és mert már senki nincs szinte azok közül, de hogy ezt neked gondolom, nap mint nap meg kell élned, hogy egyre keves, kevésbé igen. van senki azok közül. Akiket, sajnos igen, hát a legjobb barátaim ez... azok. Sajnos a Huszár a Vajda Hát sok 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 sokan elmentek azok közül, akik a rádaim is akikkel nagyon jó barátságban is napi, hát ez, ez az életrendje. Hát ezzel nem tudok De ilyenkor te kikészülsz, vagy tudod ezt így kezelni, ahogy most nem, mondod, de, hogy ez az de, életrendje? Készületi, hát... nagyon sajnálom, nagyon sajnálom. De meg kell mondanom, hogy általában nem fiatalon mentek el és mindegyiknek tulajdonképpen egy eredményes, szép élete volt. Van egy történet a könyvben, 56, pályaudvar, udvar. ahol rosszul lesz egy pasi, aki éppen ki akar menni Bécsbe, 70 éves. Ha akarod, meséld innen. Veszélye. Ja, nem, már ja. És apám, én mentem épp Párizsba vonattal, és az ugyanennél a vonatnál ott, ott ez, a, ez az ember összeesett. Apám kísért ki, aki orvos, ő ellátta, és amikor elvittek a mentők, akkor azt mondta, hogy hát azért az embernek végig kell gondolni, hogy milyen korban mit bír. Na most hát én meg 90 múltam, amikor elmentem apámba. Hát az emberek tényleg időnként végig kell gondolni, hogy mit bír, mit nem. Most, és Ana. mire jutsz, amikor végig gondol? Hát ez megint az arányok kérdése. Hogy mennyire fontos az, hogy oda eljussak? Van, ami fontos. mint hogy Japánban? Oda miért mentél? Hát egy jelövő jelövő azért adás, mentem, nem. mert engem személy szerint hívtak. Szóval az opera elment vendégjátékra az én varázs de nem ebből, nem így mentem ki, hanem úgy, hogy külön az impresszárió meghívott engem, abból az alkalomból, hogy velem írták alá 25 éve azt a szerződést, aminek az alapján 25 éve jár ki az a Magyar Állami Operaház Japánba. És eljátszottuk a Traviattát, eljátszottuk a Figaro házasságát, eljátszottuk a Denevért, eljátszottuk a Kárment, általában 6-8 városban, és hát kihívtak, hogy ezt az, ezt az alkalmat, ezt a 25 évet, ezt nekem hát kvázi elismerjék. Szerint és ettől a... jól meghatottál, és azt mondta, hogy olyan, fontos benne, akkor igen, Japánba igen, kimenni? Igen, 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 igen. És ők fizették a repülőjegyemet, a japánok, szóval teljesen ők És hát ott még akkor azt is csináltam, hogy akkor én elkezdtem, és egyedül még közlekedtem Tókióba, ide-oda, mindenhova mentem. Hát, tudtom, és közben hogy azért én... eszedbe jutott, hogy jaj, jaj hát ha rosszul mégis csak jobb lenne hát otthon a rosszul lenni, mint Japánban? Igen, de hát azért mégis nem különösebben. Nem, nem is, ebből én nem, nem is akarok ilyen ügyet, volt egy dal, amit annak idején még a volt be akartak tiltani, mert nagyon jó volt ez a keszerászerá. Ahogy lesz, úgy lesz. És te kicsit ilyen vagy? én mindig ilyen volt, világéletemben ilyen voltam. Meg még valami, amit én nagyon megtanultam, ezt is sokszor elmondtam, de nem lehet elégszer. Mikor én gyerek voltam, és minden nap az operában voltam a harmadik emeletről, akkor azt láttam, hogy sokat dirigáltak Klemperer, Otto Klemperer, aki egy nagyon nagy karmester volt. Csodálatos előadásokat dirigált. Épp a napokban láttam valahol valami válkürből egy tavaszi dalt, és azt mondtam, hogy ja, hát ez, ez rémes, úgy dirigálták, ahogy manapság szokás nem úgy, ahogy a Klemperer dirigálta. Manapság úgy szokás dirigálni a tavaszi dalt, mint egy Schubert dalt, hogy ta ti a Klemperer pedig mint egy vad lázadás az ifjúság. Ta ti ra ri tempóban, nagy szenvedő. Na mindegy, nem ezt akarom elmondani. A Klemper óriási pasi volt, és azt nagyon határozottan megfigyeltem, és életre megjegyeztem. Öreg volt, fáradt volt, akármilyen lelkesen, de ülve dirigált. De minden darabban volt négyszer-ötször olyan 5-10 perc, amikor felállt. Na, ez az életek a lényege, azt tudni, hogy melyik az a négyszer ötször öt 10 perc, amit állva kell dirigálni. Közben az jutott eszembe, hogy mondod, ez az, ahogy lesz, úgy lesz. De vezetőként szerintem nem lehet így. Tehát és ne, te ne ugye az a... vezetted az operát, ne. az operettet, Én... a televíziót csak tekintetben. Tehát az nem lehet egy egy vezetőnek, ahogy lesz, hogy lesz, mert ugye felelős vagy mások. Akkor... És bocsánat, még egy valamit muszáj megkérdeznem, hogy te arról voltál híres, hogy nem nagyon voltak kirúgásaid. Tehát nem voltak ilyen botrányaid, mint oh. amik, amik most, tehát tudom, hogy az operetből azt hiszem senkit nem volt hajlandó kirúgni, amikor álltott a bál. mert azt mondta, hogy te nem tudsz neki állást, te nem teszel utcára embert. Ez máshol is így volt várjá, egyébként. én ma is bevehetek bármelyik volt munkahelyemre, ott rendkívüli szeretettel fogadnak. És a Magyar Állami operáz örökös tagjának titkos szavazással távol létembe választottak meg, amikor ilyen igazgató nincs több, akit a többinek én adtam a szab, meg haláluk utat. Szóval, hogy mondjam, persze. Lehet, ez most jön az önreklám helye, én nagyon visz azért tudtam végig ezt. Én úgyse, meg rendezőként se nem tulajdonítottam olyan őrült nagy fontosságot saját magamnak. Szóval ez, ez a nagy izé, ami rengeteg ilyen pitiáner vezető, a nem tudja azt fölmérni, hogy egy mikroszkópnyi országba, egy annak egy mikroszkópnyi intézményében, vagy egy mikroszkópnyi vezető. Neki az a dolga, hogy akik erre rá vannak bízozok, jól éljenek, érvényesüljenek dolgozni. Nem az, hogy önmagát magát ő egy senki. Na most hát én ezt nem csináltam soha. Tudod, erre van egy szintén egyéni egy, egy történetem. Filmes rendezőket tanítottam, nem is akármilyeneket, Tar Bélát, Fehér Györgyöt, Deák Krisztinát, ezek a tanítványaim, nagy dígyertes nevek. De volt egyszer egy, egy növendékem, aki vizsgafilmet kellett rendezni, illetve kis vizsgát rendezni, és egy jelenet volt, ami 10 perces jelenet, és hát nem lehetett tudni, mennyi pénzt kérjen, stb. És hát jött, hogy talán mi a véleménye, mennyi dolat lesz ezt leforgatni, mennyi a jó forgatás. És akkor elolvastam, megnéztem, és azt mondtam, nézzel. Mondom, ennek a forgatási ideje öt nap, ha a rendezőt is eljátsz, akkor tíz. Hát, szóval akkor arra a kérdésre van válasz, hogy, hogy mi az, amit még még meg akarsz csinálni, tehát hogyha végig gondolod, az világos, most a, ott van előtte, tehát a második kötet az még ugye járt. De tehát három. Az, három. Ja, háromból? Mert a második az a rendszerváltásig van. Aha. A harmadik azóta egyre nehezebb, mert hogy egy élettani közhely hogy az ember ebbe a korba minden emlékszik, ami 50 évvel ezelőtt volt, nagyon kevés emlékszik arra, ami a múlt héten volt, szóval ezt, ezt, mindenki tudja. Úgyhogy hát kell kapirgálnom egyre többet az emlék, de úgy beugranak, hogy kell. Úgyhogy ez van. Aztán van nekem egy nagyon kedves darabom, amit az az első rendezésem az operában, és most az opera lehet, hogy lehetőséget ad rá, most folyiknak még az alkuk, jövő májusban a a Fra amit én nagyon szeretek, és annak van egy pikantériája, ha bemutatnám, kérlek szépen, ha hiszed, ha nem. Ez volt az én első operai rendezésem. És ha jövő májusban bemutatnánk, akkor ponta pont a 70. évfordulóján lenne, hogy először megrendeztem. Méghozzá nem akár kikkel, mert Kertész István dirigálta. Neki ez volt az első dirigálása, nekem az első rendezésem. A nagy Kertész István, aki később a londoni filharmonikusoktól, aki sajnos korán meghalt, és ezzel avattuk fel a mai József Attila színházat ami addig egy művelődési otthon volt, az volt az első színi előadás benne, a Frádiávoló. Hát lehet, hogy ezt megcsinálom. De hát ameddig tudok, a dolg, még nem, nem. Szóval nem, nem hajszolom különösen, jobban fáraszt már, mint régen, de hát hogy mondjam, az én végözvegyemet felújítottuk, Tavaly szólnokon, idén győrbe, hála Istennek, nagyon nagy siker volt mind a kettő. Mind a kettőn nem voltam pár hétig, szóval. És... Azt, hát, hogy mondjam, akivel együtt bellettem volt, mert azt már rendeztem, én azt a végközébe rendeztem az operedbe, rendeztem Veszprémbe, rendeztem Szentpéterváron, és rendeztem Kazaksztánba, Almatába, Almati operába elég eléggé, és, beáll, és most megvette tőlem, először szólnok, aztán Győr, és tényleg nagyon nagy siker volt. És aki mellettem volt Kazaksztánban, hiszen az Acél Andris rendező, vele csináltuk együtt meg. Együtt. Pályázott ő is az, opera az éveire, igen, hát nem igen, jött Igen. igen, értelmes, tehetséges ember. Szóval akkor alapjában véve te meglehetősen jól vagy. Tulajdonképpen igen, leszámított, hogy rossz, hogy mert kóvágok ettől az időtől. Szóval ettől olyan kóvágos vagyok, de különben jó vagyok. Hogy mondjam, utálom, hogy a világ romlik, mert romlik, és vacakabb egyre, vacakabb. Ezt nagyon utálom, de már nem, tulajdon, már nem foglalkozom vele annyit mint korábban. Megírom ebbe a könyvembe is. Hát ez nekem azért egy trauma. Én az oroszokat nagyon szeretem. Ezt nagyon sokat rendez. Szervozó, Moszkvába, Szent Péter, remekek a színészek. Nagyon sok a melegszívű ember, kedvesek. Imádom az irodalmat, a zenét. Én nem találkoztam a gulágőrökkel, meg azokkal, akik most ezeket a szörnyűségeket csinálják az ukrán fronton. Na no most, amikor ki ez egész, mondtam, hogy azt írtam le, mert hogy hát azért az oroszoknak, az ukránokkal szemben nagyon sok mindenben igazuk volt. Egészen addig, amíg el nem indultak a tankok. Mondatok, ez a semmiben nincs igazuk. Mert ezt nem lehet. Na ezt nem lehet. Szél lőni, elpusztítani ártatlan embereket, megölni, akiknek semmi közük könyörgöm, az, aki 30 évig gyűjt egy lakásra, végre megvan neki, és bent lakik a fejlesztő, akkor két év múlva csak hétfőről kedre szétlövik. Mi köze ahhoz, hogy a krímbe milyen zászló lenk? Köszönöm. Én is. Önöknek is köszönöm, ha néztek minket. Színetár Miklós volt, a a fél vendége. Viszontlátásra.